Akárcsak Bukovinában úgy néz ki ez a pajta. Az elkészítési módja, a berendezések mind-mind megszólalásig hasonlítanak az eredetihez. Kismányokon közös összefogással épült meg ez a csűr, azzal a céllal, hogy különböző szakmák kellékei kapjanak benne helyet. A néprajzi táborunkat is minden évben megrendezzük. Most már ez a negyedik, hogy Kismányokon kerül sorra. És hát tulajdonképpen mindig sátrat kellett fölállítani, meg olyan módon valahogy a gyerekeket ugye foglalkozni, hiszen bent az épületben a portán nem tudtunk faragni, meg egyéb dolgokat, és akkor jött a gondolat, hogy bővítenénk. Mégpedig egy az, hogy a régi szakmákat megőrizzük, amennyire lehet még átmenteni az utókor számára a fogásokat, illetve azokat a tárgyakat, amit még föllelhető. Ugyan sokat nem hoztak a bukovinai székelyek, hiszen Bácskából menekülni kellett, és ami elfért a szekérderékbe. Úgyhogy, de igyekeztünk mindent autentikusan berendezni, úgyhogy most készült át, illetve most fogjuk tulajdonképpen átadni ezt az épületet, ezt a helységet, csűrnek nevezzük, hiszen a külalakja is egyértelműen mutatja. Borona épület, tehát ez kimondottan figyeltünk arra, hogy hasonlóan készüljön a szerkezetileg is, mint ahogy Bukovinában láttuk, és ott lefotóztuk, illetve méreteztük. Úgyhogy ennek megfelelően épült ez az épület is, azzal, hogy ahogy említettem, szakmákat is egyrészt, másik az, hogy a közösség számára is bővítendő, és tényleg itt már különböző programokat tudunk szervezni. A kis alapterület pajtába igyekeztek az alkotók minél több régi szakmát és annak eszközeit bemutatni. Asztalos műhelyt is szeretünk, ugye kis műhelyeket, mindegy a gyerekeket is nem egy valamire szeretnénk, hiszen van, akit az ének érdekel, van, akit a tánc, van, akit a fafaragás, hiszen az is van, és így ennek megfelelően próbáltuk a szakmákat csoportosítani, és így jött, hogy asztalos műhelyt alakítottunk ki, kovács műhelyt is nagyon szeretnénk, de hát az sajnos nem kaptunk eszközöket, illetve nem sikerült még beszerezni, de amint lesz, akkor most kipótoltuk egyfajta koronggal, korongozó eszközzel, amivel végül is, hát ugyan Bukovinában én nem tudok róla, hogy volt ilyen, de hát majd leváltjuk, hogyha a helyzet úgy hozza. Úgyhogy végül is még van ugye a szakmámnál maradva, tehát cipőkészítő, illetve csizmadíja, valamint szűcs szakmát is szeretnénk, illetve bemutatva, hiszen az ősz folyamán, az elmúlt év során került sor a szűcs hímzésre, ami végülis nagy sikerrel volt az emberek számára, és ezt szeretnénk bővíteni, illetve tulajdonképpen azt is bemutatva, kedvet adni arra, hogy ezt a régi, tulajdonképpen nagyon szép szakmát újra tanulják, meg újra kell sajnos sok mindent tanulni. A helyiségben kemencét is építettek, megmutatva, hogy a régmúltban mivel főztek és fűtöttek az emberek, illetve egy szövőszék is gazdagítja a csűr berendezését. Itt már úgy készült, hogy mindenképpen használható, úgyhogy fogjuk is használni, bízom benne, illetve hát úgy próbáljuk majd bezárni, illetve fűthetővé tenni, hogy majd a később időben is, hiszen a téli időszakban is ugye a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szokásaink vannak, amit hasonlóan szeretnénk itt is újra és újra, csoványodástól kezdve sok minden van, amit újra indítani, és hát kedvet adni, mert itt, ha nem éljük, akkor elveszik minden. A pajta építését még februárban kezdték meg közös összefogással, mindenki hozzátette a maga tudását az építkezés során. Ugyan még a tetőszerkezetet be kell fejezni, de a csűr már így is használható állapotban van, és bárki számára látogatható.